köszöntöm a szülőket. Sok szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, mert a szülőket nagyon megtisztelő az, hogy eljöttek és megnézik ezeket a kis ügyes gyerekeket, jó? Még most nem kérek hangszert, nem, még nem. Mivel, hogy vannak olyan kisgyerekek, akik már tavaly jártak zeneóriba, de vannak olyanok, akik még most kezdték, ezért szeretném elkezdeni előről a zeneóri foglalkozást, amikor elkezdtünk, akkor elmondtam egy mesét. Ez a mese egy erdőről szólt, még hozzá, milyen erdőről? A zeneerdő. A zeneerdőről. A zeneerdőben lakó állatok lesznek segítségükre egyes állomásokon. Azért, hogy a zene alkotó elemeivel megismerkedjünk. Ugye én elindítottam mindig ezt a vetítést, ott a bölcs bagoly, mondjuk onnan nem tudom, mi látszik. A bölcs bagoly állomásról állomásra viszi a gyerekeket, hogy megismerjék az ottani állatokat, és azok az állatok fogják segíteni a gyerekeket az állomások között. Az első állomáson Harkály vár bennünket. Doktor Harkály, Harkály doktor. Ő a fák doktora, ugye? A ritmusok nagymestere. Azért a fák doktora, mert ritmikus kopogásával kopogtat a fa törzsét, meghallgatja, hogy van-e benne valami oda nem érő dolog. Más néven ő a ritmusok nagymestere, ő fogja az első ritmust megtanítani. Mégpedig, ahogy bemegyünk a városba, várjál. Ahogy bemegyünk a városba, mit látunk? Torony. Igen, tornyok, és a torony tetején mi van? Okay.
fogom vetíteni az egész billentyűzetet, és az lesz a feladatunk, hogy becsöngetünk a házakba. Méghozzá, várj egy kicsit. Ezzel a dallal. Kékertes házikot nyomjon innen. Szaladjunk kezdetű dolg. Figyelj, megvan? Kész.
De tudsz. Kékettőtől ne az osztjuk be, cserét szívedet. Kisvárcán. Öt ujjalat. Egyes, kettes, hármas, négyes, ötös. Mehet? Kékek körül ugrunk, koszorú, koszorú kezdet az ajtó. Mehet? Bella, mehet? Rajta. Köszönöm.
csapatos játékos. Na miért? Következőben kettő darab hangszer van csak, kettő darab hangszer. Hogy tudom már megint?
Frissen állsz a következő ismeret? Igen, igen. Ütős hangszer, az egyik ütő hangszer, dolgok játszik. Bekapcsolod a gramofon. Csak most nincs. De megmutatjuk még, hogy milyen játékkal szoktunk még.